Fekete István, Zsellérek Első rész Egy haris kiáltott a réten, aztán újra csend lett. Csak a lovak dobbantak néha, mert a meleg oda dőlt a kocsi mellé, és sok volt a bogár. Délre járt az idő. A vadkörtefának kerek volt az árnyéka, és a domboldalakon fehér ingválas asszonyok vitték az ebédet. Jó volt ez a csend, Összeértem benne a földdel, az éggel, a remegő levegővel, és nehéz lett volna megmozdulni, mert kapaszkodó két kezemmel megmarkoltam az aszott füvet, és úgy éreztem, ujjaimnak gyökere nőtt, mélyen a hűvös földben. Hátam a vadkörtefának támasztottam. Fejem alatt a cserepes, kemény kérek pattant néha, és hajam megfogták a repedések, melyekben télen lepkék alusznak bábkoporsójukban. A lekaszált füvek keserű, tiszta illata lengett körülöttem. Íze az ínyemre tapadt, melytől könnyű lettem, és révedező gondolataim szétcsapták szárnyukat, mert velük együtt határtalan lett a messzeség. Ez az íz, ez az illat volt a ballagó évek elvetett gondja, maga a szabadság. Ez az illat volt a tedeum, a bizonyítvány, a vakáció. Kitárult tőle a hullámos dombvidék, és közel jött a völgyek kékbehajló messzesége, a fehérlő gyalogutak pántlikája, a patakok ezüst sudara és a puhán szálló szelít felhők, melyek talán pehelyből voltak, és azért kerülték a napot, hogy lángra ne lobbanjanak tőle. Közel jöttek az évek, melyek itt fordultak el előttem, valahányszor hazahozott a nyár, és a lekaszált rendek alól mindig így áradt rám a fonnyadó széna illat. Nem a húsvét és nem a karácsony ünnepein fordultak meg az évek, pedig az ünnepek áhítata szétáradt bennem, mint hajnalban a harangszó. A karácsonyi szánkó csilingelés csak átreppent felettem, a párnás hó hűvössége elolvad bennem. A húsvétok is elsuhantak kapkodó lázas sietséggel, és összefolytak csillogó egyé, mint a tavaszi vizek, melyek esténként tükröt tartanak a holdvilágnak. Ment az idő nesztelen észrevétlenségben, és csak ilyenkor kaptam fel a fejem, amikor a kaszák öreg nagy rendeket írtak a réten, és a füvek haldoklásukban nehéz illatot sóhajtottak. Ilyenkor lépett el mellettem egy év, és én lustán pihenve néztem utána, mint akivel megverekedtem, és nincs már számadásunk egymással. Leródtam az adósságom, ezt tudja mindenki, és igazolt az egész tanárikar. Nyolcszor mentünk egymásnak, növekvő fortélyokkal, és most a legutolsó után fáradt bódulatban ülök itt a vadkörtefa tövében. Nyolcadszor. Egy gólya kering a rét fölött, megint kiállt a haris, a patakpartról ide látszik a vizililium sárga feje, és úgy érzem, nyolc év alatt nem változott semmi. Az éjjel is ezen gondolkoztam. Az óra ketyegve járt kelt a sötétben, később megszólalt a kakas az eperfán, és a bakter nehéz léptei nyugodalmas éberséggel dobogtak el az ablak alatt. Mint nyolc éve. Reggel szinte vártam, hogy édesanyám megfogja a kezem szeliden. Ébredj, Péter, indulni kell Isten nevében. Apám úgy állt mellettünk, mint a zsandár. Keményen, tetvett, hangosan beszélt, és amikor anyám megölelt, előrántotta az óráját. Na, a pilátus verje meg. Alig, ha el nem késünk. Egyszerre túlestünk a búcsúzás szomorúságán. Csak felugráltunk a kocsira, és a két csikó úgy kirántott bennünket az udvarból, hogy anyám még a kötényét se ért rá személyhez emelni. A falu végén pedig Markomba nyomta a gyeplőt. Fogd egy kicsit, amíg a pipám megtömöm. Így aztán elég vidáman váltam meg a falutól. Azóta eltelt nyolc év. Én megnőttem, a falu kicsit összezsugorodott, édesanyám halántékán ezüstös lett a haj, de apám, mint a rét, az öreg vadkörtefa és a földünk a domboldalon, nem változott. Pedig azóta sokszor előrántotta az órát, ha szét kellett verni nehéz pillanatokat. A gimnázium nagy vaskapuját megbámultam, és már megálltam volna az ámulattól, amikor apám rám nézett. Az öreg csompó jobban frászta volna. És nem néztem tovább a nehéz kovácsolt kaput. Amíg velem volt könnyű és lehető volt minden, de amikor egyedül maradtam, sokszor bizony elakadtam. Jó messze kint laktam a város végén egy kőművesnél akinek a komája a falunkban asztalos volt. A gyerek érte jó szóból, búcsúzott apám a kőmüvestől. Akkor itt lakik még főispán korában is, mondta parolázás közben házigazdám. Ki is húztam náluk a nyolc esztendőt. Másnap aztán, nagy pirulás közben, benyitottam a terembe, melyre ki volt írva első A. És ezzel elkezdődött a nyolc esztendő. Idegen volt ott minden. Besurrantam az első padba, és ilyetten néztem, hogy a többiek milyen otthonosan verekednek. Itt verekedni? Ebben a gyönyörű teremben, melynek nagyobb ablakai voltak, mint nálunk a templomnak? Csak ültem. A sok idegenség zsibbad bennem, mint valami valószínűtlen álom otthon most hajtják ki a disznókat és a sánta bicó, akkorákat durrant ostorával, hogy megrezzennek az ablakok. A falka után száll a por, itt meg napsugaras, tiszta a levegő. A tábla nem lábon áll, hanem a falon. Ott is rámában, és felett a falon nagy betűkkel. Óra et labora. Ebből egyelőre csak az órát értettem. Bár csodálkoztam, hogy a vesszőt elhagyták róla. Egy ilyen nagy iskolában. Ez nálunk nem fordulhatott volna elő. Pataki mester úrnál az ékezetek mindenütt fel voltak rakva. Pár 120 voltunk egy szobában, tégla volt a padló, és a szél akkor nyitotta ki az ajtót, amikor akarta. Amikor az első csengetés végigszaladt a folyosókon, lassan elült a lárma, mintha titkos kéz tapogatta volna végig a nagyiskola erejét, és hideg, félős nyugalmat simított volna mindenkire. Elkezdődött valami. Elindult felénk a sok könyvbe zárt titok. Felálltak előttünk évhegyek, melyeket meg kellett mászni. Éreztem, hogy egy nagy közösségbe kerültem, melyet láncra fűzött a csengő, mely egyszer csak elhallgatott, és utána akkora lett a csend, mint most, itt, kint a réten. Ó, milyen tisztán érzem azt a pillanatot! Talán mosolygok is rajta, hiszen azóta azok a hegyek megroskadtak, mint tél után a vakon túrás. De az emlékek olyan tisztán állnak fel előttem, hogy ez a mosoly felszárad az arcomon, és oda nézek az ajtóra, mely kinyílt, és mi a nyolc esztendő első napjának első óráján zörögve álltunk fel koltói tanár úr üdvözlésére. A nyitott ablakon halkan beszűrődött egy mozdony pöfékelése, és a katona zene elmosódó zümmögése. Aztán a vonat felsikoltott, mintha ilyet erővel ugrana neki valaminek. Csend lett. Át az osztály. A katedrán koltói tanár úr katonaruhában, két arancsillaggal, két medáliával. Néztük egymást. Akik most odakünt elmennek a harctérre, értetek is véreznek, és talán soha se jönnek vissza. Legyetek méltók hozzájuk, és tegyétek meg ti is a kötelességteket. Üljetek le! A háború második esztendejében jártunk. A napok, hónapok aztán egymásnak adták kezüket, és összefolytak. Házigazdám Potvocsek Tamás, kőműves mester, ősszel már többet volt odahaza, és megszoktam kemény nagy lépteit, reszelős hangját, repedéses nagy kezét, melyben rendesen újságot tartott, és amely még karácsonykor is szürke volt a malterportól. Kutya gyerek ez a höffer! Megint a muszkával, csapott néha a térdére. Csak egy kicsit magyarabb lenne! Mi a fenét csinálunk ezzel a sok földdel, amit megkódítottunk? tűnődött. A városok össze-vissza döntögetve Hát, építkezés az lesz, csak majd bírja az ország. Ilyenkor kimentem tanulni a fészerbe, mert Tamás bácsi nem állt meg az építkezésnél, de politikailag, vallásilag, sőt, nyelvileg is elbánt a meghódított lakossággal. Már rettegtem, amikor elővette az újságot, mert ilyenkor csak kint tanulhattam. Ekkor már hideg szelek jártak, és a kalendárium novembert mutatott. Hadd a gyereket tanulni, Tamás! mondta egyik nap Róza néni, a felesége, mikor látta, hogy megint hurcolkodom kifelé. Tamás bácsi akkor éppen Szerbiát hasogatta, és megsértődve nézett rám. Én tőlem nem tudsz tanulni. Én tőlem. De dehogy, ijedtem meg. Csak egyedül jobban tudok. És írtam haza kabátomért, mert Tamás bácsi tovább politizált, én pedig fáztam. Egy szobánk volt csak, meg a konyha. A szoba mellett egy kis kamra, melyen nem volt ablak, csak szellőző nyílás. Mostanában nem használták, mert Tamás bácsi a konyha mellé új kamrát épített. Ez lenne nekem való szoba, sóhajtottam egyszer. Csak ablaka lenne, még egy kis kája is elférne benne. Tamás bácsi oda se hallgatott, mert már a gyarmatokat osztogatta. Ó, ugyan nem kell kőműves, mert mindenféle rongy népek lakják, akik náddal építkeznek. Csak amikor megint kisonfordáltam, fordult a feleségéhez. Mit mondott ez a gyerek? Másnap pedig, amikor hazamentem, Tamás bácsi fütyörészve verte ki a téglákat egy ablakra való helynek a kamra oldalán. Kalapácsával meg megkoppintott egy téglát. Mint a harang, mondta. Ilyen téglát ma már nem csinálnak. Később úgy malterozta be a téglákat, mintha tortát kent volna, és tiszta örömmel ragyogtatta mesterségét. Közben persze politizáltunk is, mert mondanom sem kell, ott egész nap, hiszen az én szobám készült, az én szobám. Hallottam már fiúkról az iskolában, akiknek külön szobájuk volt, de ezt csak úgy mondták. Nem igen hittem. Estére készen volt minden. Akár azonnal beköltözhettem volna. Ráérsz holnap is, mondta Tamás bátyám. Megfájdul a fejed, friss még a meszelés. Sokáig nem tudtam akkor aludni. Kép is kellene a falra. Másnap alig vártam, hogy az előadásnak vége legyen. Szinte a sarkára léptem Tolnai tanár úrnak az utolsó óra után. Hova fúcs? kérdezte Cserepes Miska, egy mészáros fia, aki mellett ültem, és egy darabig együtt szoktunk menni. A szobámat rendezni? Most képet veszek? Miska majdnem kalapot emelt. Egy képet kérek. Estembe Zakariás mennyért könyv, papír és zenemű kereskedésébe. A vékony, nagy Ádám csutkájú segéd éppen ebédelt. Egy kis papíron szalonna volt és kenyér. Szája tele, és belevörösödött, amíg a nagy falatot lenyelte. – Miért? Szentképet rámában, történelmi képet vagy aktot? Vannak olajnyomások is, tíz koronától felfelé. Elpirultam. Valami olcsóta a szobámba. Végre megállapodtunk Zrínyi Miklós kirohanásában. Zrínyinek mosolygós kék szeme volt és piros nadrágja. Vidáman ült lován, pedig egy filmesztelen Janicsár két lépésről húzta már az íját. Nagyon tetszett. Nyolcvan fillért fizettem. Rettenetes drágák ezek a képek, és majd feljajdultam, amikor a segéd zsíros paprikás keze a képhez hozzáért. A következő sarkon már kibontottam. Nem lett paprikás a kép, mert akkor visszaviszem. Amint nézegetem, csak szétválik a kép, és egyből kettő lesz. Össze voltak ragadva. Két kép, két zrínyi és két janicsár. Megszédültem. Két képen van, és óvatosan körülnéztem. Tolvaj vagy, mondta bennem valaki. Nem tudja meg senki, gondoltam. Mindegy, vidd vissza. Régen volt ez. Azóta sokszor álltam a jó és a rossz mesgyéjén, de olyan harcom kevés volt. Lelkemet két ülőn verték, és bár azt mondtam, nem adom vissza, nem adom vissza lábaim vittek visszafelé. Két becsületes kis csizmás lábam egymás elé lépegetett, és vittük a képet. Visszahoztam, mondtam, és ekkor kajánul felkacagott bennem valaki. Szamár, szamár, nézd, hogy néz rád a segéd, azt hiszi bolond vagy. Nem tetszik? De ez kettő, össze voltak ragadva, és majd sírva fakadtam. Zakariás mennyiért a kájha mellett pipázott. – Mi az? – Képet vett a kisfiú, – mondta a segéd. – Össze voltak ragadva, és most visszahozta az egyiket. Zakariás mennyiért letette pipáját. Állam alá nyúlt, és arcom maga felé fordította. – El is vihetted volna. Mi a neved? – Zsellér Péter, elsős. Megsimogatta a fejem. Segédül, aki a kis zsellérnek mától kezdve tíz procent. És válasz kisfiam még két képet, ingyen. Rohantam hazafelé. Valami forróság szaladgált bennem. Jól van, jól van. Így kellett ezt tenni. És most három képen van. De mi lehet az a procent? Az annyit jelent, mondta Tamás bácsi ebéd közben, hogy ö, egy korona helyett csak kilencven fillért fizetsz. Na, derékember ez a zakariás. De te is az vagy. A képeket mellém tettem a székre, és ebéd közben is rájuk pislogtam. A göngyöleg szétnyílt egy kicsit, és látszott ez Rényi sárga csizmája. Nem több, de nekem ez is elég volt a tésztát már úgy hánytam be. Mentem volna szobámba, de Tamás bácsi felolvasta az aznapi hadsztéri jelentéseket, és ilyenkor mozdulni nem lehetett. Szerencsére a csapatok többnyire álló harcra rendezkedtek be. Nem tartott sokáig. A képeket aztán bevittem a szobámba. Hűvös, mészszagú, tiszta négy falvet körül az ablak ráma mentén még meg se száradt. Behúztam az ajtót, és egyedül voltam. A szobámban. Itt ülök az öreg körtefa alatt, zsongó, álmos nyári csendben. Tenyeremre már apró árkokat húztak a kemény fűszálak. Nyakkendőm kibudjant kabátom két szárnya közt. Lábam van barna félcipő, és én most mégis ott állok kis csizmáimban, magas nyakú kabádban, üveggombú házi szőttes ingben, abban a kis szobában, mely akkor lett az enyém, és most is érzem friss leheletét. Három falára a három képet szegeztem, negyediken volt az ablak. Kívülről ezt az ablakot meg sem néztem, de belülről messzelátó képes könyv, kalendárium volt, és egyetlen barátom, aki mindent tudott. Gondolataim átrepültek rajta, és visszajöttek. Kedves jó barát volt, aki mindig engedett. Ha álmaim szárnyai túlságosan megnőttek, mindig akkorára tárult, hogy a vágyak kiférjenek rajta. Télen kis cinkék jártak oda szalonna bőrkére. Nyáron a verebek berzenkedtek a kenyérmorzsa körül, és eszembe juttatták, hogy odahaza, ilyenkor már a búzatáblákra járnak, és a kalászokon alig tudnak megülni a sárga torkú belép fiókák. Függöny persze nem volt az ablakon, így reggel és este szabadon benézhettek, hogy mit csinálok. <laughs> mit csináltam volna? Vagy könyveimet szíjaztam össze reggel indulóban, vagy belenéztem az alkonyatba, amint előosont a nagy félszer alól, hol Tamás bácsi szerszámait tartotta, és mindig homály volt. Leckémmel ilyenkor már elkészültem, a nagy almafa ágai közül, különösen télen, villogó kis csillagok néztek ablakomra, de a derekától lefelé már fekete csend volt, melyben a mesék átfolytak életembe, összekeveredtek vágyaimmal, és a végén már nem is tudtam, táblabíró leszek-e, Rinaldo Rinaldini, vagy hittérítő. Így szállt rám az est nagyon sokszor. A sötétség csendben rám borult. Lámpát csak később gyújtottam, de mindig sajnáltam szétvágni a csendet és a homályt, melyben merészeket és nagyokat gondoltam. Ablakom ilyenkor becsukta szemét, merev és fekete lett. Hiába leselkedtem ki rajta, csak árnyékom ágaskodott a földön vagy a havon. Szerencsére nem lehetett sokat világítani, mert akkor már kevés kezdett lenni a petróleum, meg a cukor, meg a tea. Háború volt az egész világon. Nekem ugyan nem hiányzott egyik se. Reggelire tejet ittam. Cukor ahhoz nem kellett. A teát pedig nem szerettem, mert úgy véltem, teát csak a betegek isznak. Amíg levet köztem, csak addig égett lámpám. Azután a sötétség lengett körülöttem. Télen kis kájhám gömbölyű szemei hunyorogtak, és meleget néztek az arcomra, abból a fából, melyet édesapám vágott az erdőn, ott, ahol varja készakáznak a tölgyek sudarán, és az odvakban mókusok laknak. Mindig éberalvó voltam. Amikor a kájha kezdett kihűlni, halkan pattantak a amire felébredtem, de ilyenkor már félig hamuba fultak a piros szemek, és csak a gödrükben parázlott valami álmos tüzecske. Reggelenként mély dübörgés hozta az ébredést. A mi utcánkon mentek a falusi kocsik a piacra. A sarogjában széna kötegek hánykolódtak, a lekötött kosarakból baronfi népség forgatta fejét a városi világban, és én sajnáltam őket. Mert sose kapérgálhatnak többet a gyepük alatt, hol árnyék és szabadság van, és sose bugdácsolhatnak a malomtóban, hol kövér csíkok úszkálnak, és öreg füzek mosogatják lábaikat. Egyszer láttam a kisbírót is az egyik kocsin, de olyan idegen volt olyan ünnepélyes, hogy nem mertem neki kiáltani. Ablakom előtt így ballagtak el a napok. Az iskolában már nem volt semmi újság. Összebarátkoztam ezzel azzal, még olyanokkal is, akik első napokban csizmás kandúrnak csúfoltak. Nevettem rajtuk, ha tudták volna, hogy az én csizmáimat az öreg nyivák készítette. Ugyan az a nyivák, aki a tisztartó úrnak is csinált már több csizmát. Később megszokták a csizmáimat, és én is közelebb kerültem az osztályhoz. Csak egy fiú volt, akit elkerültem, ha csak lehetett, pedig falun volt. Uki Laci a tisztartónk fia. Odahaza nem is tudtam, hogy Uki a neve, mert ott úgy hívta a falu tisztartó Laci. Az elemit otthon végezte. Pataki mester úr járt hozzájuk. A faluban ritkán lehetett látni, csak a végig biciklizett az utcán, vagy két kis szamarát hajtotta akkor szaladtunk a kocsi mellett, hogy megbámulhassuk a piros küllős kerekeket. Itt egy osztályba kerültünk. Lehet, hogy meg sem mondta kicsoda ő otthon, mert akkor legalább külön padba ültették volna. És mindenki tegezte. Ez szinte rosszul esett. Mondtam is Csuka Jóskának, akinek az apja Pék volt, és magunk között csak Prézlinek hívtuk. Te Prézli? Hogy meredte tegezni tisztartó Lacit? Ki az a tisztartó Laci? Ámult Prézli. Hát nem tudod, Ukhi Laci. És mi az, hogy tisztartó? Tisztartó az, magyaráztam, aki mindenkinél nagyobb úr, aki... És elakadtam. Hogy mondja meg ennek a vörösszemű pék hogy amikor a tisztartó a végig robog a falun, még a kutyák is tisztességgel ugatnak. Hogy mondjam meg neki, hogy vak számi a félszemű korcsmáros, akinek száz hold földje van, csak azért áll ki a kocsma ajtóba, hogy a tisztartónak köszönhessen. Hogy mondjam meg, hogy vizsgán ő osztja ki a jutalomkönyveket, arató csak az lehet, akit ő akar, és saját szememmel láttam, a csendőr őrmester úgy állt előtte, mint a csövek, pedig ő csak szivarozgatott. Hogy mondjam meg, hogy a legvadabb béres legények, akiknél pedig a csizmaszárban konyha kés van, elpirultak, ha hozzájuk szólt, és lesütötték a fejüket, mintha nagy legénykedéseik jutottak volna eszükbe. Hogy mondjam meg mindezt ennek a Prézlinek? Prézli várta a magyarázatot. <laughs> Bolond vagy, mondta nevetve. Itt mindenki egyforma. Nem is beszéltem vele tovább. Ez a prézli nem tökéletes. Tisztartó lacét pedig kerültem, de ő sem nagyon vett észre. Talán azt se tudta, hogy a világon vagyok. Pedig ő mégiscsak falumbeli volt. Amikor felelés közben megakadt, szinte nekem fájt. Szép, fehér arca vonaglott ilyenkor. Szeme lett és könnyes. Súgtam neki, ahol csak lehetett, és ökölbe szorult a kezem, ha valaki kicsúfolta a szekundáért. Különösen egy Krista nevű fiú volt, akinek örömetelt bosszantásában. Hallottam egyszer, mikor megállt előtte, és azt mondta neki, Hülye vagy te, Ughi! Még azt sem tudod, hogy kell törtet törtel szorozni. Mi között hozzá? Annyi, hogy hülye vagy! Laci arca kicsit elferdült. Eredj, mert felruglak, és elfordult. Kriszta pedig nekiugrott és lerántotta a földre. A többire már csak homályosan emlékszem. Krisztát hajánál fogva húztam le tisztartó Laciról, engem pedig koltói tanárúr. Gyertek utánam! Akkor kezdett csak világosodni előttem, hogy baj van, amikor a természetrajszertár hűvössége megcsapott, és a kitömött madarak hideg üvegszemükkel mereven néztek rám. Kultói tanár úr hamar megtudta az igazságot. Uki, te mehetsz, tanulj szorgalmasabban, akkor nem csúfol senki! Amikor becsukódott az ajtó, felénk fordult. Krista, ha meghallom, hogy valakit még gúnyolni mersz, kizavarlak az iskolából. Ezt különben ma megírom apádnak. Takarodj! Krista is elkullogott. És te? Mi közöd neked ahhoz, ha mások verekednek? Néztem a csizmám. Felej! Felemeltem a fejem, de nem igen láttam sokat a könnyektől. Ez a Krista kezdte, igazságtalanul. És tisztartó Laci, a földim. Koltói tanár úr elfordult. Sokáig nézett ki az ablakon. Te nem lehetsz bíró, érted? Most pedig vagy megverlek, vagy megírom apádnak. Válasz! Megtöröltem öklömmel a szemem. Tessék megverni. Szégyeld magad! Hát csak veréssel lehet belőled embert faragni. Ha még egyszer rosszat hallok felőled, megverlek, és haza is megírom. Fogd ezt a vadmacskát. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.